17. fordulójában köszöntjük Feckó Tamást, Józsi vezetőedzőt, akinek gratulálunk a győzelmhez, illetve a saját újságírókat is. Megkérném a vezetőedzőt, hogy értékelje az elmúlt 90 percben látottakat. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy nincs az országnak olyan szeglete, ahol ne érezhetnénk magunkat hazai pályán, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyien elkísértek minket ilyen időben. Valamint óriási gratulációja a csapatomnak, hiszen Zalaegerszeg otthonában ugye 44 éve nyert bajnoki mérkőzésen a Diózsa. A hátrányból kellett megnyernünk ezt a mérkőzést, úgyhogy egy nagyon jó felkészített és nagyon taktikus csapatot győztünk be. A negyedik percben már két gólt kellett volna vezessünk. A következő mérkőzéseken nem lehet az, hogy ennyi helyzetet ne értékesítsünk, de látni kell a pozitívumokat is, hogy hány helyzetet tudtunk kialakítani egy nagyon jó csapat ellen. Minden játékosom maradék talán hozzátett, aki pályára lépett, vagy aki a kispadról nézte a mérkőzést. Amit kértem, hogy igazi csapat legyünk, az megvalósult. És tényleg ritkán dicsérem a játékosaimat nyilvánosság előtt, de most meg kell várnom a kalapomat mindenki előtt, mert már olyan teljesítmény nyújtottam. Köszönjük szépen, kérdés van az újságírók részéről. Tősen Robert, Nemzeti Sport. Tomi, mivel lettétek meg a hazaiakat? Én mondjuk három helyzetet számoltam össze a harmadik percig, vagy negyedik percig. Igen, tehát a negyedik percben, ahogy már említettem, két olyan zicserünk volt, amivel mind a kettőből gól kell szerezni, hiszen az utolsó, a végvetekig kijátszottuk. Ugye amikor azt mondtam, hogy három pontért érkezni Zalaegerszegre, nem a levegőről beszéltem, ezt a csapat is tudta. Első másodpercet támadólag léptünk fel. A cél az volt, hogy minél hamarabb sikerüljünk gólt szereznünk, ha nem, akkor pedig döntsük el az utolsó percekben a mérkőzést. Kellett, hát olyan gyorsan fordítottatok, negyed órán belül kellett változtatni azt a taktikán, akkor hátrányba került a csapat? Nem kellett, mert jól működött minden, amit kitaláltunk. És tényleg itt minden. Amiután megszereztük a vezetést, utána szerettük volna megőrizni. Ott van hiányérzetem abban a 15-20 percben mutatott játékunkkal. De mikor, bocsánat, melyik? Amiután megszereztük a vezető találatot, ott ugye ott már nem domináltunk, viszont a kontráinkkal hamarabb lezárhattuk volna ezt a meccset. Köszönöm. Tamás, itt is az alajillatok. Ugye voltak a kezdeti helyzetek és az ígyszerek. Utána viszont tudatos volt, hogy egy kicsit visszaálltatok, vagy inkább az ellenfél jött föl? Az ellenfél jött föl, mert 90 percen keresztül nem lehet ilyen támadó játékot játszani, letámadni egész pályán. Azért ezt látni kell, viszont én azt mondom, fizikálisan jól nézünk, és ezt a egész pályás letámadást én úgy gondolom, hogy egyre hosszabb ideig fog így bírni. De az a legesszebb játék a dominált akkor. Köszönjük szépen, és ha nincs a és akkor ott van a részt, és további sok sikert. Köszönjük szépen.